Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és elnézést, hogy megint egy pár másodpercet megkésve értünk ide. A technika ezek szerint nem a barátunk, hiszen mindig valamit ügyeskednünk kell. Női amatőr NB egy piros bajnokság, Ajka játszik a pink esével. Fehér szedben az aljak, a vendégek pedig értelemszerűen fekete és rózsaszínben. Jelenleg sok mindenről nem maradtak le a kedves nézők, ugyanis 2-0-ra vezet az ajkai csapat, amelyet majdnem növeltek, de támadhat is a vendéggárda. Nézzük meg, megtalálják-e a rést, egyelőre megtalálták, és ki is tudják-e használni a helyzetet, így van, 2-2. A 14 csapatos bajnokságban egyébként mindkét csapat nem egy előkelő helyet foglal el. Az ajkai gárda a 8. helyen áll, még a pinkese a 10. helyen. Két csapat közötti különbség a statisztikában az, hogy az ajkaiak egyel több mérkőzést játszottak, és kettővel többször győztek, és egyszer kevesebbszer kaptak ki. Büntető. Kihasználták a lányok. Kérdés, hogy a másodikat is kihasználják-e? Úgy van. 4-2-re módosul az állás. És jöhetnek a vendégek. Egyelőre az ajkai védekezés nem bizonyul túlzottan erősnek. Hiszen folyamatosan megtalálják a vendégek a rést, ami által kihasználják a helyzetet. És pontot is szereznek belőle. És egy gyors megindulás. Talán egy hármast elvállalnak a lányok, el is vállalták, de nem sikerült összehozniuk. A lepattanóra pedig tökéletesen és gyorsan oda is érnek a hazai lányok. Helyzet, Balsó ki is használja. 6-2 helyett 6-4. Keresik a rést ugyancsak megint. De elvállalnak megint egy három pontost, és megint nem jön össze, a lepattanót pedig összeszerzik. Kalocsai. És újabb két pont. Pap Regina szerezte. És megint csak támadhatnak a vendégek. Sorozatokat tekintve jelenleg a vendégek állnak jobban, hiszen 2 győzelmük van sorozatban, még az ajkaiaknak csak 1 és csere. Csikász jön be, Pap megy le. Közben megint a vendégek próbálják a rést keresni. Most az ajkaiak rendkívül jól védekeznek. Támadó idő pedig hamarosan lejár, ezért elvállalták a dobást, de nem jött össze. Marad 8-4 az állás. Addig pedig Balsai meg is köti a cipőjét. Mehet is. Addig állt az óra. Nézzük, mit tudnak kiügyeskedni. Kulcsár. Lendér. Próbált megszerezni. Kulcsár meg is szerzi. Lendér. Balsainak tovább játsza. Csikász. Balsai. Balsai beindul. Kiharcolja. És megszerzi az újabb két pontját. Gyerünk,
igen zökkenőn alakult az első játékrész első két perce, mondhatjuk akár így is. De megtalálták magukat az ajkai lányok, Lendér és a lepattanóra pedig érkeztek is a vendégek. Egy három pontos próbálkozás, és össze is jön. Temes szerzett három pontot. A mérkőzés során ez az első három pontos kísérletből ugyan nem, mert 3-4 próbálkozás már volt. De az első sikeres hármas az meg volt. És most pedig Kalocsai szerzett újabb két pontot. Nem tudják a lányok, hogy merre kéne adni a labdát. Megint egy három pontos, és az is bemegy. Molitor Dorottya szerezte, aki egyébként a vendégcsapatból a legidősebb játékos, annak ellenére, hogy 23. életévét csak most fogja betölteni ebbe az évbe. Tehát a vendégcsapat egy abszolút fiatal játékosokra épülő gárda. Többségében a 2000-es születésűek uralják a mezőnyt. És egy rontást láthattunk. És ezt pedig ki is használta Szabó. Faragtak a hátrányon. És időkérés következik. Le is zárult az első időkérés az első negyedben 12-12-nél. Eddig az ajkai lányok domináltak, majd 2-3 hibát pedig tökéletesen tudott értékesíteni a vendég gárda. Ezért lett most egál az állás. Nézzük meg az edző, vagyis az edzők milyen jó tanácssal látták el tanítványaikat. Kalocsai, Balsai rontott, de mentés, támadó idő pedig lejárt. Most egy kicsit megszeppent az a gárda. Most ők se tudták, hogy mi történik ebbe a pár másodpercbe. És most kell szurkolóknak bíztatniuk a csapatjukat. És nem jó. Nem jó továbbítás. Vajon kihasználják-e a vendégek? Nem tudták. Balsaitól Balsaiig. Kalocsai. Kalocsai továbbadta Kulcsárnak, aki ki is használta a helyzetét. Alig van üres terület. Ez bizonyára a nézők is látják. Szorosan védekezik a csapat.
és egy rontás, amiből most jó lenne, hogyha az ajkai lányok jönnének jobban. Kulcsár viszi a labdát. Csikász. Újabb helyzet kihasználás, ami sikerrel zárult, úgy szintén. Egyébként a pályán lévő legmagasabb játékos, Séra Nicolette, a vendégeknél játszik, 193 centi, és miközben én ezt mondom, újabb két pont, kezd nagy lenni a differencia. Tehát Séra Nicolette, vagy 193 centi magas. És úgy, hogy 1998-as születésű. De mit ér az, hogyha egy játékos magas? Ez egy csapatsport. A csapatnak kell teljesítenie. Közben pedig cserék is lehetőséget kapnak. 19-22 az állás jelenleg. Itt az ajkai sportcsarnokba. Kulcsár megfordul. Gyűrűről pedig kipattan a labda. Elvállalják. És megint egy rontás. Ez már zsinórban a negyedik vagy az ötödik kihasználatlan helyzete a vendéggárdának. Hamarosan pedig le is zárul az első negyed. Elnézést, 30, de kihasználják a lányok a mérkőzés minden egyes másodpercét, és pontot szereznek. Vendégek tökéletesen látják a rést, de a passzban megint probléma adódott. És újabb két pont. Egész nagy már így a különbség. Jót tett az az időkérés. Két perccel ezelőtt, hiszen 23-12 az állás, és ez még változhat a fennmaradó 10 másodpercben, ugyanis Balsai büntetőt dob. És be is dobta. 24-12. 3 másodperc az első negyedből, rontás, és egy kis pihenő, és jelentkezünk újra mi is.
Vissza is tértünk a második negyedre, és vissza is térnénk, hogyha kezdődne. Egy kis adminisztrációs hiba is került a gépezetbe, ugyanis két eredményjelzőn két különböző eredmény szerepelt. De azt már helyre is állították a kollégák. A hivatalos eredmény 24-12. És ez pár másodpercig nem is változik, hiszen a vendégek jöhetnek kifele. Jól védekeznek a lányok. Nehezen törnek be. És a lepattanóra is odaért Takács Emese. Alsai tovább. És egy elképesztően szép dobással növekszik a differencia a kettő gárda között. Megint csak keresik a rést. Nem találják meg, megint egy rontás, Balsai pedig leadja. Úgy szintén Balsainak. És megint. Plusz. Kettő. Nézzük, mit tudnak kialakítani a lányok, a vendégek. Semmit, hiszen Papp ott volt a szeren, és tökéletesen hárította a palánk tartó, vagy a palánk felé tartó akciót. Újabb két pont. Huszonnyolc-12. Ez már tetemes előny. Bár a sportban addig semmi se biztos, amíg le nem fújják. Harminc-12. És büntető dobás következik. Az első, az be is ment. És a második pedig a gyűrűről éppen hogy csak ide-oda, de kipattant. Takács Emese. Papp Regina, Balsai, Takács. Kalocsai. A gyűrűn pedig végig gurul a labda, és egy csapattárshoz érkezett, és megint a gyűrű megpattan, de a labdát megszerezték, 32-13. Kalocsai pedig tökéletesen megszerezte a labdát, Fabini. És tovább, tovább, tovább. Egész jól megy most az ajkai lányoknak. És megint egy vendégrontás. Kalocsai. Papp. Nem is sikerült. Ezt a helyzetet most elrontották, de ekkora különbségnél talán nem is baj, hogyha egy-egy hiba felüti a fejét. Tökéletes blokkolás. Pár másodpercre megállt a játék, ugyanis cserék hagyták el a pályát, és cserék érkeztek be. Vagyis inkább a cserék csak beérkeznek. Játékosok hagyják el a pályát, de egész gyorsan össze is kapták magukat.
a pár másodperces pihenő óta az ajkaiak, és megint, tehát elképesztően sokat rontanak a vendégek. Nem tudom az edző így, hogy fog megelégedve nyilatkozni majd a tanítványairól. És nem jó. A vendégek pedig össze is szedik a labdát, és egy gyors támadást próbálnak indítani. És Papp pedig szépen védekezett. Az állás pedig 32-13, továbbra is. Büntetővel tudnának most valamelyest javítani a vendégek. Az első az be is ment. És a második úgy szintén 32-14. Kalocsai. Papp. Fabini harcolt ki büntetőt. Nézzük, hogy éle a lehetőséggel. Nem élt vele. Kipattant a gyűrűről, és jöhetnek a vendégek. Csapattársak oldalról kiabálnak be, hogy végre egy jó paszt csajok. Hát szükség lesz rá, hogyha fel akarják venni a versenyt a hazaiakkal. És a pécsiek pedig szereztek pontot. Nem ámítás, tényleg így történt. Tudtak javítani az eredményen, de még mindig hatalmas a különbség. Újabb büntető, ha jól látom. Így van, és Kalocsai fogja büntetőt elvégezni. Vagy a büntetőket. Az első, az be is ment. És a második se kivétel, mind a kettő egyébként a gyűrűt nem érintve, csak a hálón suhant át. Tanári mozdulatok. 39-17 az állás, és a második negyedből még hátra van 4 perc, 40 másodperc. Fabini indul fölfele, tökéletesen veszi észre a csapattársát. Csikász, plusz 2. 40-17. Vagy 42-17 elnézést. Majdnem sikerült a labdaszerzés Kalocsainak. 6 a támadóidőből rontottak. 2-1. És ez még épp, hogy beakadt. És még büntető is következik. Séra pedig egyet dobhat. És nem sikerült neki, pedig igazán szüksége lenne rá a csapatának. Itt pedig a játékvezetők összebeszéltek. És most pedig 2 büntetővel jöhetnek a pécsiek. 1-1. A
A második pedig a gyűrűn pattogott, de nem akadt be. És Kalocsi labdát szerzett, de nem tudta megtartani. 42-20 az állás. Differencia a duplánál egy picivel több. Pontosan 2-vel. Megint áll a játék. 4 maradott támadó ideje a vendégeknek, ha jól hallom. 7, nem 4, hanem 7. Mert is. És tökéletes labdaszerzés. Takács szerezte meg a labdát. Kalocsai. Fabini. Helyzet. Dobás. Kimarad. Tápai próbálkozott. Dobás. Ha jól láttam, a hármas volt, és a játékvezető is mutatja, hogy úgy bizony. 42-23. És egy labdaszerzés pécsiektől. Kalocsai pedig lökött. Mármint, hogy cselekmény szerint. Egy pár másodperces megállás, hiszen cserék érkeznek. Az első büntető beakad. Második. Úgy szintén 42-25-re módosul ezzel az állás. És oldalról jöhetnek még a pécsiek. 4 másodperces támadóidővel. 3-2-1. Elnézést, a támadó idős órát elnéztem. De támadhatnak most az ajkaiak. Labdavesztés. Megint a pécsiek jöhetnek. És ajkai labdaszerzés, de mégiscsak a pécsieknél köt ki. Beindulnak, találnak üres embert is. És be is vágja. Igen, csak összeszedte magát a vendégcsapat. A második negyed végére. Kalocsai. Lendér. Szépen adja le Lendér Tápainak, és ki is használják a helyzetet. 44-30-ra módosul ezzel az eredmény. Nagyon rossz dobásnak lehettünk szemtanúi. Borbás hajtotta végre ezt az ítéletet. Lendér dob Kalocsainak. Kalocsai keresi az emberét. Meg is találta Pap személyében. Tápai. Kalocsai. Pap. Nagyon szép játék. Vendégek bepróbálkoztak egy három pontossal, ami nem jött össze sajnos nekik. Lendér tökéletesen megszerzi a labdát, Pap. Hú! Micsoda a mérkőzést láthatunk itt a második negyed végén, vagyis inkább micsoda helyzeteket. A mérkőzés színvonala nagyobb lenne, hogyha
két egyensúlyú csapat mérkőzne. Itt egyébként az eredmény is jól mutatja, hogy kicsit egyoldalú a mérkőzés. 48-29, Lendér fut, 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 helyzet. 48-ról 50-re módosul az ajkai pontszerzés, vagyis az ajkai pontok. Negyven másodperc marad ebből a negyedből. Nézzük, hogy még valamelyest tudnak-e faragni a vendégek a hátrányon. Egyenlőre nem úgy néz ki. Közben pedig csere. Fél perc maradt hátra ebből a negyedből. Kulcsár. Valsai. Lendér be. Pap. Gyönyörűen oldja meg a helyzetet. 52-29. Lesz mit átbeszélni a szünetbe az edzőknek, vagyis hát inkább csak a pécsi edzőnek. Utolsó dobás, majdnem. És vissza is tértünk a harmadik negyedre. Sok szeretettel köszöntöm ismételten az ajkai online nézőit. Az ajkai csapat fogadta a Pécsi Pink együttesét, és hát mit mondjak az első két negyedről? Szerintem sok mindent nem kell, hiszen elég, hogyha csak az eredményt mondom, ami 52-29-nél állt meg a második negyed végén. Tehát elképesztően nagy fölénye van a hazai gárdának. Talán a harmadik játék részre valamelyest tudják csökkenteni a vendégek a hátrányukat, de ez a jövő zenéje. Nézzük! Büntető. Temes próbálkozott, az első nem jött neki össze. És a második pedig beakadt. Temes egyébként ez a mérkőzésen 2-2 pontosat és 2-3 pontos találatot is szerzett. És az ajkai válasz is megvan rá. Pap szerzett 2 pontot. Keresik a vendégek. Temes. 3 pontossal megpróbálkozott. Nem jött össze neki. Előbb pedig kétszer sikerül, de hát nem minden jöhet össze. Kulcsár. Befele mozog. Elvállalja, és éppen hogy csak kipattant a gyűrűről. De még egyszer próbálkozhat, hiszen sikerült labdát szerezni, de azt is el. Közben pedig hazaiak nála labda, hozhatják föl,
Pap. És éppen hogy csak bepattant. Süllyed a büntető. Pap be is dobta. Az első játék részben, miközben egy három pontossal próbálkoztak mind a vendégek, az első játék részben már kirajzolódott a hazaiak fölénye 24-12-nél. Azóta talán mondhatni a kérdés annyi, hogy mennyi lesz a két csapat közti különbség a végére. Nem az, hogy ki fog nyerni. Pap. Balsonynak nem jön össze. Az ajkölyök minden játék részben próbálják megközelíteni a 30 pontot. Az elsőben 24 pont sikerült. Hát az inkább a 20-hoz áll közel. Kis matematika. Második játékrészben pedig 28, ami inkább a 30-hoz van rendelve. Miközben az első büntetőt sikerült bedobni Molitornak. A második játékrész, vagy a második büntetőt pedig úgy szintén. Nézzük, tudnak-e rá válaszolni a hazaiak. Járatják a labdát, közben a réseket is tökéletesen kihasználják, és be is dobják, pap, újabb két pontos. Molitor indult meg, de megint egy pécsi rontást láthattunk. A pécsi vezetőedző pedig hangosan irányítja a csapatát, ami talán bele is hallatszik a közvetítésbe. Gyűrűről kipattant, pap pedig tökéletesen lecsapott a labdára, és el is szedte. Kulcsár próbálkozik, két pontos. Nézzük, tudnak-e rá válaszolni. Vendégek. Egyelőre még nem fognak. Helyzet, plusz kettő, Kulcsár. Egyébként a mezőnyben egyetlen 100%-os játékos van jelenleg. Az ajkai balsai Rita. Négyszer próbálkozott két pontosat dobni, mind a négyszer bement. Többet semmiből nem is vállalt el. Kulcsár pedig megint csak növeli az előnyt. Így a harmadik negyed, negyedik vagy négy és feledik percében azt se tartom kizártnak, hogy a végeredmény 100 legyen, mint az ajkai pontoknak az összege 100 lesz. Igen, közel állhatnak hozzá, és az egy esés volt, de semmi baj nem történt, hál' Istennek. Pap feláll, és semmi baja nincs. Közben pedig csere, Kulcsár mutatja ki, mire számítson, pap, Balsai, pap, Kulcsár beindul, nagyon szép plusz kettő, Kulcsár egyébként a mai meccsen szerintem az egyik legjobb játékos, de ez csak magánvélemény persze.
És megint egy vendégrontásnak vagyunk szemtanúi. De most a hazaiak se tudtak pontot szerezni az akció végén. 3 pontos próbálkozás volt, nem jött össze. Játékvezető pedig közbeszól. És időkérés. Vissza is tértünk az időkérésről. Fabini fogja bedobni hamarosan. Nem tudjuk, hogy mikor. 69-36 az állás. És Kalocsai. Pap, próbálkozás, majdnem beakadt. Helyzet itt, helyzet ott. Az állás pedig maradt 69-36-on. 3 perc maradt még. 3 perc, 50 másodperc maradt még hátra ebből a negyedből. És egy kicsit én is bekapcsolódok a játékba. Kicsit majdnem, hogy elbóbiskoltam, ha szabad ilyet mondani. Kicsit leült a játék hangulata. Játékvezető közbeszól. Jöhetnek a pécsiek. 3 pontos próbálkozás, hú, de szép dobás volt. Az 5-ös számú Temes 3. 3 pontosát dobta ezen a mérkőzésen. És erre van egy válasz Paptól. 71 az ajkai csapatnak. És 39 a vendég Pécsnek. És Kalocsainál a labda. Ebből talán büntető lesz. Lökés volt. Így van, Kalocsai pedig elvégzi a büntetőt. Hamarosan. Nézzük meg. Elsőt sikerül-e bevágnia? Nem sikerült. Gyűrűről kipattant.
Második pedig. Beakadt. Keresik a részt, nagyon nehezen találják meg, inkább el is vállalják, hogy rádobják a pécsi lányok, és sikerrel is jár a dobás, plusz kettő. Kalocsai keresi az emberét, meg is találta. Balsai, Kalocsai, hoz érkezett volna a labda, de a vendég ötös megakadályozta. Temes. Próbálkozás, és Temes megszerzi a labdát. Talán a vendégcsapatból ő hajt a legjobban. Keresik a részt ismételten a pécsiek. Majd inkább elvállalják, de nem kellett volna, hiszen nem akad be, de a lepattanóra pedig még ott vannak a csapattársak, akik össze is szedik a labdát. De el is hagyják, úgyhogy Kalocsai tör palánk felé, és be is dobja. Plusz kettő és büntető is jöhet. Csere. Vendég oldalon. Az első és az egyetlen büntető most nem akad be. Nézzük meg, milyen támadást tudnak végigvezetni a vendégek. Egy-két ütemváltás. És egy rossz passz. Hát igen, ez jellemző ma a vendégekre. És meg is szerezték a labdát. Lendér. Büntető, Lendér dob. És kettőt dobhat. Az első pedig be is akadt. A második pedig nem, a gyűrűről pattant ki. Megint egy rossz paszt láthattunk a vendégektől. Gondolom nem a taktika része, de egész jól. Vagyis inkább egész sokszor alkalmazzák a rossz paszt, amiből az Ajka tud előnyt kovácsolni, úgy mint az utóbbi másodpercekben is, úgyhogy plusz kettő ismét. Megint egy labdaszerzés, de aztán pedig visszaszerzik a vendégek. És nem sikerül zicsert kihasználni. Kalocsai. Lendér. Beindul. És be is dobja. Tíz másodperc maradt hátra a harmadik negyedből. Az állás pedig 79-41-re tippelem én. Nem látom tisztán az eredményjelzőt. 74-41 elnézést, és ezzel is ér véget a harmadik játékrész. Egy kis szusszanás, és jövünk a negyedik játékrésszel. Nem esik egy értelmes magyar mondatot összehozni. Remélem, a mérkőzés további szakaszában ez nem így lesz. 74-41 az állás. Úgy gondolom, ezt nem kell külön vázolnom, hogy mit miért. Maximum annyit hozzáteltek, hogy rendkívül sok egyéni hiba van, eladott labda van a vendégek játékában. Előbb is ennek voltunk szemtanúja.
számtanúi. Az a fránya nyelvtan. 76-41 az eredmény. A legkevesebb pont egyébként a harmadik negyedben született. Talán már mindkét csapat érzi, hogy nem kell nagyon harcolnia, vagy hogy a vesztésre álló csapat nem nagyon tudja megfordítani. Az ajkai csapat pedig nem szeretné feltörölni a padlót a vendégekkel. 22 pontot dobott az előző negyedben az ajkai csapat, még a vendégek pedig 12-t. Rossz próbálkozás a lepattanóról, hogy a lepattanóra nem tudtak jól reagálni a lányok. Jöhetnek az ajkaiak. Csikász lepattanó, nem sikerült kihasználni a lendérnek. Indulnak a vendégek, egy három pontos gyűrűről pedig ki is pattan. Kalocsai lepattan, ez is a gyűrűről. Plusz kettő. A vendégek azért néha-néha szóhoz jutnak a játékba, de döntő szavuk nincsen. Lendér. Tápai. Kalocsai. -83-43 az állás. 40 pont két csapat között, eléggé tetemes előny hazaikra nézve. A drukkolók hangja is megjön az utolsó negyedre, mire ezt kimondom, nem szól senki semmit, és még a trombita se szól, de egyébként van drukkolás, szurkolás. Nem jó. 7 perc maradt hátra az utolsó negyedből. Az állás pedig 85-43. Tápai, Kalocsai, Csikász. Csikász dob. Tökéletes az első dobás, csak a hálón suhant végig a labda, gyűrűt nem érintette, csont nélküli. Második, hát a gyűrűt érinti, de a pont az pont. 87-43. Mérkőzés statisztikájából pedig az ajkai pap Regina pedig kitűnik, ugyanis 23 pontot dobott eddig. Lendér elvállalja, nem sikerült. Lendér eddig 5 pontot sikerült, és Lendérnek 5 pontot sikerült összehoznia. A vendégek viszik föl a labdát. Valamilyen új taktikát próbáltak kipróbálni. Nem jött össze nekik. Kalocsai pedig labdát szerez, és ráviszi. Plusz kettő. Két negyeddel ezelőtt én már felvetettem, hogy talán meg lesz a 100 pont ezen a mérkőzésen, de
Kalocsai plusz 2, de mire kimondanám azt, hogy nem biztos, addigra pedig összekapják magukat a lányok, és 91 ponttal állnak jelenleg, ami egész jó, hiszen még több mint 5 perc maradt hátra az utolsó játékrészből. Labdaszerzés. Lendér plusz 2. Tanítani lehetne ezt a támadást a vendégeknek persze. És teljes csere lesz hamarosan. Öt játékos fel, öt játékos le az ajkaiaknál. ...93-45. Ez az eddigi állás, amely majdnem növekedett, de mégsem. A majdnem az pedig egyenlő a nemmel. Kulcsár plusz 2. 95-re növekszik az ajkaiak dobott pontszáma. Közben a vendégek is próbálkoznak, de ők kevesebb sikerrel. Nagyon-nagyon-nagyon kevesebb sikerrel. Kulcsár, Balsai. Pap, akit pont az előbb dicsértem. Mai nap is kitett magáért. Nagyon plusz 2. 97 pontos az ajkai csapat. Két csapat közötti differencia, több mint a kétszerese. Remélem jól számoltam. 97-45, akkor igen. Balsai. Három pontosan megpróbálkozik és be is dobja. Ezzel van meg a kerek 100. És ez nagyon tetszik a szurkolóknak. Persze miért ne tetszene nekik. Másik oldalon is egy három pontos kísérlet, ami ugyan nem jön össze. Csere. Kulcsár. Pap. Kulcsár. Ilyen gyorsan át is ment a szélre, a pálya szélére. Kulcsár. Gyűrűről pedig lepattan. Három perc maradt még hátra az utolsó játékrészből, és talán az eddigi negyedek legjobb pontszámát érheti el az ajkai együttes. Most már mondhatom előre, úgy gondolom, hiszen 2 perc 55 másodperc alatt nem lehet majdnem 60 pontos hátrányt ledolgozni. De mondhatom, hogy az ajkai csapat 13. mérkőzésén a 6. győzelmét aratja. Most hamarosan. És az eddig is pozitív statisztikáját, mármint dobás és kapás terén még jobban növelni fogja. Mérkőzés előtt 817-et tudtak dobni, az eddigi 12 mérkőzés alatt, és csak 731-et kaptak. A vendégek etéren mínuszba állnak, 679 dobás és 853 kapott találat, kapott pont. Három pontosan próbálkoznak meg a vendégek, és sikerült is nekik. Negyedik vagy az ötödik három pontosuk a mérkőzésen.
kulcsát dobott. Kulcsát dobja meg. Balsai. Kulcsár. Pap. Plusz kettő. Erről van szó. Így kell kihasználni a helyzetet. Takács Emese. Plusz kettő. Következik. Ezzel még tudnak csökkenteni a hátrányon. Mérkőzés befejeztével pedig mondhatni jobban térnek majd pihenőre, de hát ekkora különbség után azért nem hiszem, hogy boldog nap elé néznek, vagy boldog délután elé. Nyilván azért megvan a két csapat közti különbség, de a pécsiek egy nyilván fiatal csapatra építenek, vagy fiatalabb csapatra, hiszen az ajkai csapat is egészen fiatal, de nem ennyire, hogy 2000-esekkel van teli. Öt vagy hat 2003-as születésű játékos játszik egyébként a vendégeknél. Néhány hibát leszámítva pedig, hát néhány hiba, hát a hibák kommentel a mérkőzés, de ez a későbbiekben egy nagyon jó csapat lehet. Főleg, hogyha ilyen fiatalon össze is szoknak. Támadó idő. Ből még 13 másodperc, 12-nél áll meg. És az óra is 35 másodpercen áll, tehát még annyi maradt hátra. Egy három pontos kísérlet nem jó, mert a gyűrűről kipattan, Kulcsár pedig próbálja észrevenni csapattársát, de nem jól tudta továbbítani a labdát. Pap, Balsai gyönyörűen használja ki a helyzetet. És örülhetnek is. Még teljesen nem. 9 másodperc múlva pedig játékvezető leinti a meccset. Utolsó dobás. És ez már nem is számít. Hatalmas különbség. Nem is tudom, hogy erre külön kitérjek. Az ajkai csapat itthon megint egy győzelmet mutatott be. 105-50-re, vagy elnézést, 108-50-re nyerte meg a mérkőzést. Hamarosan pedig jelentkezünk az edző értékelésekkel. Maradjanak velünk! Ez a mai végeredmény. Hogyan értékeli a mérkőzésen látottakat, és mit mondana, vagy mit fog majd mondani a játékosoknak az öltözőben? Igazából a játékosaim tisztesen helytálltak, hiszen azt tudni kell, hogy három meghatározó játékosunk nélkül tudtunk nekivágni ennek a túrának.
mert este átcsoportos mérkőzés is van, és ugye ők ott is meghatározóak, így azért várható volt, hogy inkább a túlélésért fogunk ma játszani. Én nagyon örülök, hogy egy Ajka ellen tudtunk 52 pontot dobni, szerintem szuper eredmény. Az, hogy kaptunk ennyi pontot, az kicsit az bosszant, mert úgy gondolom, hogy azért ennél jobban tudunk védekezni, viszont azért az a fizikális különbség, ami a két csapat között volt, és az a játékrutin, ami tényleg így különbség, azért az nagyon kiütközött végig, ráadásul a hazai csapat az edzővel is beszélve azt mondta, hogy még nem nagyon dobtak ilyen jól a szezonba, úgyhogy szerencsére nekik ez így összejött, a mi kárunkra. A fiatalokra kívánnak építeni az elkövetkezendő időszakban, és ugyanis több 2003-as születésű játékosuk is van. Igen, tehát mindenképpen mi ugye azért így a Pinkkel úgymond közösködve, ugye Pink PVSK néven indultunk, hogy a nálunk tehetségesebb utánpótláskorú játékosok is tudjanak megmérettetni magukat ebbe a mezőnybe, hiszen azért más, mint egy utánpótlás mérkőzés. Így igen, az a fő célunk, és a Pinknek is az, hogy a tehetséges fiatalokat, elsősorban pécsi, de a magyar fiatalokat próbálják beépíteni itt az átcsoportos mezőnybe. Köszönöm szépen, és jó pihenést kívánok önöknek, és a további szezonra pedig sok sikert. Köszönjük szépen. Nagy arányú győzelem, mit szól a csapatának a teljesítményéhez? Igen, az lett. Azt kell, hogy mondjam, hogy örülök, mert végre láttam őket felszabadultan játszani. Az első fél időben még volt azért két mély pontunk, de abból egy jó védekezéssel gyorsan kijöttünk, és a második fél időben már tudtunk olyan dolgokat gyakorolni, ami már következő mérkőzésekre fogjuk tudni használni. Ő rengeteget hibázott a vendégegyüttes, és többnyire ezért kerekedtek ennyire fölül, tehát több mint 50 pont lett a differencia. Ez annak köszönhető, vagy inkább a taktikai ellátásoknak, amit önnek köszönhetnek? Nagyon fiatal csapat volt, és nem voltak itt az átcsoportos játékosok. Mi egy agresszív labdafelüli védekezést védekeztünk, ami ellen a másik fél időben már főleg nagyon nehezen tudtak támadni. Az utolsó negyedben meg egy zónát is kipróbáltunk, az ellen meg úgy láttam, hogy már végképp nem nagyon tudnak a fiatalok játszani, és ennek is köszönhető. Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk az idényre. Köszönöm szépen.